A budapesti új köztemető 298-as, 300-as és 301-es parcellája a 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb szimbolikus tere. Itt nyugszik a II. Világháború után kialakuló kommunista diktatúra áldozatainak jelentős része és az 1956-os forradalmat követő megtorlások során kivégzett személyek többsége is. A három parcella együtt alkotja a Nemzeti Gyászparkot, amelynek fenntartója és üzemeltetője a Nemzeti Örökség Intézete. A 298-as parcellát 1944-ben vették használatba, úgynevezett közsegélyes temetőként, ami azt jelentette, hogy a sírhelyet megfizetni nem tudó szegények ide ingyen temetkezhettek. 1945-ben, a II. Világháború lezárását követően kezdték el ezt a parcellát börtöntemetőként is használni. Elsősorban a közeli Kozma utcai börtönben elhunytakat és kivégzetteket temették ide. Az elsők, akiket börtönben végeztek ki, és aztán ide kerültek, olyan személyek voltak, akiket háborús és népellenes bűnök miatt ítéltek el. Aztán a későbbiekben temettek ide különböző köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt személyeket is, majd 1948 és 1952 között a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett kommunista diktatúra időszakában itt temették el, gyakran jeltelen sírokba, azoknak az embereknek a többségét, akik különböző politikai, koncepciós perek áldozatai voltak. Tulajdonképpen ez utóbbi tényező az, amely miatt ez a parcella is bekerült a Nemzeti Gyászpark keretébe, hiszen itt is vannak olyan személyek, akik a kommunista diktatúra áldozatainak tekinthetőek. Jól látható, hogy a parcellában lévő kopjafák, amelyeket 1992-ben a politikai elítéltek közössége állított fel, szabályos sorban követik egymást. Ezzel a kialakítással az volt a cél, hogy egyfajta katonai temető jelleget adjanak a parcellának, így tisztelegve az itt nyugvó nagyszámú katonatiszt előtt, akik a 40-es évek végén, 50-es évek elején különböző koncepciós perek áldozatai voltak. A parcella közepén látható névsoros táblákon csak azoknak a személyeknek a nevei szerepelnek, akikre mártírokként tekinthetünk, tehát sem a háborús, sem a köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt személyek nincsenek rajta ezeken a táblákon. A 1952-ben, miután a 298-as parcella betelt, vették használatba a szomszédos 301-es parcellát. Ezt már megnyitásától kezdve kifejezetten börtöntemetőként használták. A 40-es évek végétől kialakult gyakorlatnak megfelelően a temetések itt is titokban történtek, és jeltelen sírokba helyezték el az elhunytakat. Az első 12 sorban olyan személyek síreit találjuk, akik még 1956 előtt kerültek ide. Többségében olyanokról van szó, akik különböző politikai, koncepciós perek áldozatai voltak, de itt is találhatunk háborús vagy köztörvényes bűncselekmények miatt elítélt személyeket is. A parcella sarkánál látható Sándor István szalézi szerzetes emlékműve, akit 1953-ban egy egyház ellenes koncepciós perben ítéltek halálra és végeztek ki. Őt 2013-ban Ferenc pápa boldoggá avatta, és 2018-ban sikerült a 301-es parcellában megtalálni a pontos sírhelyét, és az exhumálást követően beazonosítani a földi maradványait. Mivel Sándor István csontmaradványai erekének tekinthetőek, ezért nem kerültek visszatemetésre, hanem a Don Bosco Szalézi Társaság rendelkezésébe kerültek.
A Nemzeti Örökség Intézete 2019-ben állította ezt az Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek által megáldott emlékművet, hogy itt, a 301-es parcellánál is méltó módon meg tudjunk emlékezni Boldog Sándor Istvánról. Mától a Nemzeti Gyászparkba látogatásnak mindenki számára még egy oka lehet. Sándor István emlékhelye ugyanis minden magyarnak példát mutat arra, hogy meggyőződésünkért és hitünkért kivégezhetnek, elföldelhetnek, méltatlanul, de emléküket nem tudják tömeg sírba zárni. A 13. sortól kezdve találhatjuk az 1956-os forradalmat követő megtorlások áldozatait. Többek között itt nyugszik Angyal István, a Tűzoltó utcai fegyveres csoport vezetője, Iván Kovács László, a Korvin közben harcolók parancsnoka, vagy éppen Brusznyai Árpád tanár, illetve Tóth Ilona orvos, akik a forradalmat követő egy-egy koncepciós per áldozatai voltak. De itt találhatjuk Mansfeld Péter sírját is, akit 11 nappal a 18. születésnapja után akasztottak fel, és ezzel ő lett a forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata. A parcella egyik sarkában találhatjuk meg Nagy Imre miniszterelnök sírját. Az ő neve talán a legismertebb az itt nyugvók közül, azonban az már kevésbé közismert, hogy őt eredetileg nem ide temették el. Nagy Imrét ugyanis 1958-ban az ítélet végrehajtást követően Gimes Miklóssal és Maléter Pállal együtt a kivégzés helyszínén a Kozma utcai börtön kisfogházának udvarán hantolták el, mondhatjuk, hogy ott rejtették el őket. Később 1961-ben a legnagyobb titokban hozták át őket ide a 301-es parcellába, ahol álnéven kerültek eltemetésre. Aztán 1989 tavaszán az exhumálások során találták meg itt a miniszterelnök földi maradványait, és családjának kérésére 1989. június 16-án őt ide is temették vissza. Ez az esemény pedig a rendszerváltás egy szimbolikus aktusává vált. Nagy Imre nyughelye mellett látható egy jelképes sír, amelyen a névtelen áldozatok névtelen elesettek 1956 feliratot olvashatjuk. Ez ma már valóban egy üres sírhely, de ez volt eredetileg Gimes Miklós és Maléter Pál közös sírja, ugyanis őket egymásra temették. Ezért 1989-ben mindkettőjüket a szomszédos 300-as parcellába egy-egy külön díszsírhelyre helyezték át. A 300-as parcellát 1989-ben Nagy Imre és társainak újra temetése kapcsán nyitották meg. Ugyanis az ekkor újra temetett 5 személy közül egyedül a miniszterelnököt temették vissza az eredeti sírhelyére a 301-es parcellába, a másik 4 személyt, Gimes Miklós, Szilágyi Józsefet, Maléter Pált és Losonci Gézát családjuk kérésére ide külön a 300-as parcellába egy-egy díszsírhelyre helyezték nyugalomra. Azóta dísztemetőként használják ezt a parcellát, és olyan személyeket helyeztek, illetve helyeznek itt mind a mai napig örök nyugalomra, akik 1989 után hunytak el, részt vettek vagy érintettek voltak az 1956-os forradalomban, és az volt a kívánságuk, hogy egykori harcostársaik, barátaik, családtagjaik közelében nyugodhassanak. 2014-ben ide kerültek áttemetésre azok a kivégzett forradalmárok is, akik az új köztemető 233-as parcellájában méltatlan körülmények között voltak eltemetve. Köztük van Dudás József, aki a forradalom alatt a Szabad Nép székházában lévő fegyveres csoport vezetője volt, és Szabó János, becenevén Szabó bácsi, aki a szénatéri fegyveres egység parancsnokaként vált ismerté. A 300-as parcellában találhatjuk a Jovánovics György szobrászművész által készített 1956-os emlékművet is, melyet 1992-ben adtak át. Ennek a tájműnek a leglátványosabb elemei a nyitott sír, amelynek közepén egy 1956 mm magas fekete gránitoszlop található, és a szobor kompozíció, amely a börtönfolyosót, valamint felette a nekropoliszt, azaz a halotti várost jeleníti meg szimbolikusan.
2014. június 16-ára, Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének 25. évfordulójára a Nemzeti Örökség Intézetének szakmai irányításával és Magyarország kormányának támogatásával megújult a Gyászpark teljes zöld felülete és a Jovánovics tájmű. A munkálatok második ütemében elkészült a látogatóközpont, amely 2016. novemberében nyitotta meg kapuit. A 301 nyírfa között megbújó rejtett doboz mind külső, mind belső megjelenésében illeszkedik a kegyelet és gyász e kiemelkedő jelentőségű helyéhez. Radnainé dr. Fogarasi Katalin a Nőri főigazgatójaként egyik fontos feladatának tekintette az emlékezés e méltó terének kialakítását. Munkáját az idő igazolta, hiszen a látogatóközpont megnyitása óta több tízezer fiatal vett részt az itt tartott rendhagyó történelemórákon, hogy hazatérve magukkal vigyék a történelem üzenetét, miszerint soha többet még egyszer. A Markó Béla építész által tervezett, a temetői térbe szervesen illeszkedő épület küldetése a parcellák és a bennük nyugvók történeteinek bemutatása és az emlékeztetés. A Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontja a miniszterelnökség támogatásával, a Nemzeti Örökség Intézetének szakmai koordinációjával épült, a tartalomfejlesztés pedig az 1956-os Emlékbizottság Angyal István pályázatának támogatásával valósult meg. Az épületbe lépve az egyik falon olvasható a Hol sírjaik homorultak felirat, amely egyúttal a Látogatóközpont mottója is. Ez a mondat arra utal, hogy amikor ezeket az embereket a jeltelen sírokba eltemették, akkor még sírhantot sem emeltek föléjük, hanem teljesen elsimították a földet, hogy minél jobban elrejtsék, eltüntessék őket a hozzátartozók és az utókor elől. Éppen ezért egy idő után ezek a sírok besüllyedtek, behomorultak. Ez a mondat egyúttal Petőfi Sándor Nemzeti Dal című versének egyik sorára való utalás is. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak. Azonban ezeknek az embereknek a sírjai nem domborultak, hanem homorultak, mivel nem kapták meg azt az alapvető végtisztességet sem, amely mindenkinek jár. 2020. februárjában a Nemzeti Örökség Intézetének, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának együttműködésével került kibővítésre a Látogatóközpont érintő képernyős felületein lévő személyi adatbázis, amely így már csaknem 1200 fő életrajzi adatait tartalmazza. Ebben mindazon beazonosított személyek szerepelnek, akik a Gyászpark parcelláiban kerültek eltemetésre, függetlenül attól, hogy milyen jellegű okok miatt kerültek ide. Az épületben az egyéni és a csoportos látogatók számára a Nemzeti Örökség Intézete filmvetítésekkel, rendhagyó történelemórákkal, vezetett sétákkal és az említett érintő képernyős felületek segítségével mutatja be a parcellák és az itt nyugvók történeteit.